Köszöntöm a kedves nézőket! A kígyóson élő sipos család látszólag átlagos, ám ahogy a mondás is mondja, nem minden az, aminek látszik. A családfő Andris, karaté és judó oktató, valamint testnevelő tanár, felesége Tíme a pedagógus, az iskola mellett a Máltai Szeretett Szolgálat roma integrációs tanodájában dolgozik. Fiaik szintén sokoldalúak. Ismerjük meg őket! A sipos családhoz egy szombat délelőtt érkeztünk, és nagy pizzasütésbe vagytok, ha jól tudom, nagyon szerettek főzni, főleg Denis. Igen, nagyon szeret főzni, minden álma, hogy szakács legyen. Ez már legalább 4 éve határozottan kijelentette, hogy ő szakács akar lenni. Az a jó, ha elhatározott valami. Nagyon szeret pélmennyit is készíteni, az is az egyik kedvence. De hát az ugye idejügényes, mikor nincs az embernek annyira ideje, akkor pizzát szoktunk általában közösen sütni. És ahogy bejöttem, mondtad is, hogy valami titkos összetevő van ebben a pizzában. Van benne valami különleges, vagy nem megszokott? Igen. Azt hallottuk, hogy az olaszok úgy sütik a pizzát, úgy készítik a tésztáját, hogy sörrel dagasztják meg. Úgyhogy ez sörrel van dagasztva. Ezt még tényleg nem hallottam itt Kárpátalján. Igen. Úgyhogy manapság mi már körülbelül egy fél éve sörrel dagasztjuk, hát nem tudom, hogy így tényleg jobb-e, vagy csak úgy gondoljuk, hogy így jobb, de nekünk így jobban bevált. Hát finomabb a tésztájú. Mert így jobban ki lehet húzni, hogy véknyebb legyen, és puha marad, nem lesz ilyen kemény, nem keményedik meg egy idő után, és hogyha el, akkor puha marad a tésztája, azt vettük észre. És a kelesztés az ugyanúgy, mit tudom, egy órát kelesztitek? Igen. És mi kerül rá? Mert itt látok az asztalon, sajt, mozzarella, többféle felvágott. A saját készítésű a szósz. Ez saját készítésű. Igen. Nyugodtan csináljátok, aztán közben beszélgetünk. Aztán miután rá tesszük a szószt, megszórjuk sajttal. Aha. Alulra megy akkor a sajt. Igen, a sajtot alulra tesszük rá. És ebben a szószban mi van? Mert látok benne hagymadarabkákat. Ezt most készítitek, vagy ez már előre legyártott házi ketchup? Vagy ezt mi most készítjük. Hát aztán teszünk bele. Olajon megdísztelünk egy kis hagymát, sűrített paradicsom, egy kis fokhagymával, borssal megízesítjük, és ez kerül. Nagyon illata van már most. És mi az, amit még nagyon szerettek fogyasztani, enni? Mi az, ami kedvenc általában? Tessék, oda is adom. Szórhatom én is? Igen. Mi az, amit még nagyon szerettek? Mit szoktál még készíteni, Denis, tudod? Sushi? A Jézuskától sushi készletet kért. Hát szerintem nem olyan sok gyerek van, aki sushi készletet kér a Jézuskától, úgyhogy tényleg komolyan gondolja ezt a szakács szakmát. Ti nagyon mozgalmasan élitek a mindennapjaitokat, ha jól tudom. Te tanárnő vagy, oktatsz. A férjed is tanár, itt is, Magyarországon is. Hogy zajlanak a hétköznapjaitok? Hát minden reggel 5-kor kelünk a férjemmel, elkészülünk. Mi? Elmegyünk a határa, igen. Én visszajövök a határól, a gyerekeknek reggelit készítek, felkeltem, elkészülünk, és ilyen 7-5 perc körülbelül, mikor elindulunk a gyerekekkel iskolába, én is munkába. Említetted, hogy régen Váriban éltetek? Igen. Váriban dolgoztunk a bárba, a férjem vezette, én pedig báros voltam. Aztán megszületett a második gyerekünk. 2008-ban, májusban, szeptemberben elköltöztünk ide külön, és Kígyósra. Kígyósra, igen, most itt élünk a nagyszülői házban. Férjemnek támadt egy ötlete, mi lenne, hogyha felvételiznék az egyetemre. Ez ő volt, aki inspirált. Én eleinte nagyon ellenkeztem, hogy azért már 27-8 évesen belevágni, nem egyszerű dolog, főleg két gyerek mellett. Kicsi gyerekek mellett. Kicsi gyerekek mellett, de ő minden áron nagyon bízott bennem, hát, és a nagyszülők is támogattak, mert mind a két oldalról tényleg ahányszor kellett a gyerekekre, mindig ügyeltek, mert ugye ez nem volt egy egyszerű munka, úgy megoldani, hogy két kis gyerek és közben tanulni járni. 2010-ben felvételiztem, és sikeresen lett a felvételi, miért felvettek. 2011-ben pedig első év után, októberben értesítettek, hogy az egyik tanár elmegy onnan, és akkor
van lehetőség menni dolgozni a 7-es számú általános iskolába. És azóta tanítónéni vagy. Igen, és azóta ott alsós tanárként dolgozom. És milyen gyakran tudtok kikapcsolódni? Mikor tud összejönni a család úgy, hogy együtt tudtok vagy valahova menni, vagy hogy tudjátok magatokra szánni az időt? Hát általában úgy alakítjuk a dolgainkat, hogy a hétköznapokba beleférjenek. Szombaton itthon elrendezzük az olyanokat, mint nagyobb takarítások, nagyobb kifőzések. Vasárnap délelőtt ugye megyünk a templomba, ahol a kisebb gyerek minisztrál, és általában vasárnap délután útnak indulunk a Kárpátokba, nagyon szeretjük. A Sömborkastélyt többször láttuk már. Hát nálunk most az a fő cél, hogy a Kárpátokat felfedezni, karácsonyban is ott voltunk. Akkor nem itthon ülősek vagytok, nem, és kipihenjük a hetet, menni. Hanem inkább mentek, és úgy pihenitek. Igen, igen, szerettünk nagyon menni, kikapcsolódni, világot látni. Lassan itt el is készül a pizza. De lehet tenni Denis a sütőbe? Na akkor az elsőt, azt a tejbe teszem, jó? Itt vagyunk a családi ház udvarán. Ide költöztetek 12 éve, ugye? Igen. Ja. Ez a nagymamám még, amit építettek, az életük munkája ideig tartott. Mi felújítottuk, alakítottunk egy kicsit rajta, terveztünk tovább, hogy mi is legyen továbbiakban, mivel kellene foglalkozni. Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk falusi turizmussal foglalkozni, és így belevágtunk további építkezésbe. Itt lesznek szobák, itt még két szobának a helyisége van, egy nagy hal lesz itt, és még egy fürdőszoba. Aztán továbbiakban itt még lenne még négy szoba ebben a helyiségben, és ugyanúgy fürdőszobák. Mindenképpen úgy gondoltam, ha már Magyarországon nem fog tudni dolgozni, vagy nem mindenképpen itthon szeretnénk maradni. A gyerekeimnek is lehet, hogy tudok ezzel egy kis alapot adni, hogy ne akarjanak ők se elmenni Kárpátaljáról sehová, hanem mindenképpen itthon maradjanak. Mert úgy gondolom, hogy ha a család együtt van, vagy legalábbis közel vannak egymáshoz, akkor sokkal erősebbek, mint amikor a világ négy pontján. És ők is így látják ezt? Szóval az hát ő értékeik is már valahol ehhez közelítenek? Igen, egyelőre ők is így vannak vele, hogy szeretnének Kárpátalján maradni, Ukrajnában tanulni tovább, és itt meglelni a jövőjüket, mert hát tőlem hallják többnyire, hogy voltam Németországban, és ott is találkoztam olyan emberrel, aki már 25 éve él kint Németországban, családot alapított, német a felesége, nagyon jó anyagi körülmények közt élnek, vállalkozásuk van, minden. Ő Kazaksztánból költözött ki, 20-valahány éve ezelőtt, és német szülők gyermeke, még a háború idején ott maradt, apa, anya, német, mindenki, és azt érzi, mai napra nézve is, hogy igazából nem tudott beilleszkedni Németországba, és nem érzi magát otthon, hanem ő otthon Kazaksztánban van. Ugyanezt látom Magyarországon több családnál, akik kint vannak már évtizedek óta, hogy amikor itthon vannak, itthon boldogok. És mindenki azt mondja általában, hogy azért mennek ki külföldre, hogy a gyerekek jövője véget. Hogy igazából akkor a boldogságot pedig, ami az emberek elég fontos az életében, azt meg feláldozzák. Az anyagi jólétért, de igazából pedig, ha azt is megfigyeljük, jóval többre nem viszik, mint amiből itthonra sokan elindulnak, mert majdhogy nem ugyanott vannak, felületesen az látszik, hogy jobb életük van, de akár nincsen családi házuk, amit itthon hagytak, maximum van egy biztosabb munkahelyük, de maximum csak a munka van, maga a munka, a mókus kerék, amiben benne vannak, mindegy, melyik ország, most Csehország, Németország vagy Magyarország, távol a családtól, de még ha ki is viszik a családok magukkal, akkor is a többi családtagoktól távol vannak, az ismerősöktől, a barátoktól, a rokonoktól, és ez, amit szeretném, ha az én gyerekeim nem futnának bele ebbe a kelepcébe, amiben nagyon sokan most Ukrajnában elhagyják az országot, a jobb lét véget,
de hát az a baj, amikor végleg elhagyják. Közel van Beregszász, a fürdő véget, rengetegen járnak Ukrajnából ide turisták, hogy szerintem lenne, mi vagy 3 kilométer, 3,5 kilométer lakunk Beregszásztól, hogy kijönnének ide. Plusz, ha még nyújtunk ilyen magyaros kajákkal kapcsolatban valamit a turistáknak, lehet, hogy az is úgy gondoljuk legalábbis, hogy kecsegtetné, megfogná őket. Egyelőre a szobák kialakításán vagyunk, a Filagorjában a kemencekészítés lesz a következő lépés, hát és bele fogunk vágni, hogy hátra fog működni, és nem messze tőlünk, fel van építve 11 faház, direkt turizmussal kapcsolatban, és látjuk, hogy rendszeresen mozognak az emberek, igaz, úgy látom, hogy ukrán turisták járnak, még ha kigyorsan ez még eddig nem működött, vagy nincsen, lehet mi leszünk az elsők, vagy még több család bekapcsolódna, hogy szeretnék belekezdeni ebbe az egész turizmusos bizniszbe. Na, adj az úr, hogy így legyen. Apukád úgy mutatott be rögtön a telefonba is, hogy te szeretsz főzni, meg szeretsz enni, meg szakács szeretnél lenni. Honnan ered ez a szeretet? Hát onnan, hogy én nagyon szerettem főzni, hát mert szerintem hát nagyon jó dolog, és mert azért is, mert hát szeretek az ételeknek az ízét. Az ízét. És milyen a sós ételeket, vagy az édesebbeket, a sütiket szereted? Inkább a sósakat. A sósakat. És egyszer történt egy olyan, hogy csináltam pelmeit. Egyedül nyújtottad a tésztát is? Hú, nem volt nehéz? Nem. Ha jól tudom, reggelit is szoktál akár készíteni a családnak. Igen, vasárnaponként hát hamar felkelek, és csinálok kávét, és reggelit. Te is karatézol, ha jól tudom, ugye? Igen. Karatézok és judózok, és néha pedig ki szoktam járni lőni. Lőni? Igen, célba lőni. Itt, itthon... Ki gyorsan? Igen, lemegyek a kertbe, és ott lövök. De mivel? Légpuskával. És mennyire jól célzol? És mire lősz? Hát egy céltáblát csináltunk, és almákot, ami már nem jó. És jól célzol? Igen. Eltalálod az almákat? Igen. És mióta lősz? Hát úgy kb. Fél éve. És még emellett a katolikus gyülekezetben, Beregszászban, ugye? Igen. Mi is rász a templomban? Igen. Hát mert közelebb kerülök Istenhez és a többi szenthez. És hogy lesz valakiből minisztráns? Én református vagyok, szóval nem tudom teljesen. Hát, először el kell menni hittanórákra, hát van külön ilyen minisztráns, utána pedig van egy olyan vizsga, hogy elmegyünk a templomba, és ott tesznek fel kérdéseket, és válaszolunk, ha jó, akkor minisztránsok leszünk. És mi a feladata egy minisztránsnak? Hát tárcázok, szoktam még pénzt szedni, és még felolvasok. Itt vagyunk a tanodában. Itt dolgozol. Igen. Mit kell róla tudni? Hát ez egy tanoda, ez a Máltához tartozik, roma integrációs program, mivel ugye a Beregszászi 7-es számú általános iskolában roma gyerekek tanulnak. Ők ugye hátrányos helyzetben vannak, mert nagyon sok szülő nem tud sem írni, sem olvasni, és a tehetséges gyerekeket pedig kiválasztottuk az iskolába a tanárok segítségével, és itt tanulnak a tanodában. Októbertől van ezen a helyszínen, ebben az épületben. Ezelőtt 3 évig az iskola területén kapott otthont. 30-32 gyerekkel foglalkozunk, 4 pedagógus felváltva kettessével, 2 csoport van. Amit meg erről a tanodáról, a roma integrációs programról tudni kell, itt mindent ez a Máltához tartozik,
ami a gyerekeknek szükséges, íróeszköz, színes papír, minden, azt ők adják. A Máltai Szeretetszolgálat. A Máltai Szeretetszolgálat, igen. A szülőknek teljesen ingyenes, nem kerül, csak az, hogy a gyerekek jönnek ide. Ugye ennek az a célja, hogy bemutatjuk nekik, hogy másképp is lehet élni, mint ahogy ők élnek. A tanodai foglalkozások alkalmával volt már, hogy ellátogattunk múzeumba, tűzoltóságra, asztalos műhelybe, csak sajnos mostanában vannak ez a koronavírusos időszak, de térben van, hogy fodrászatba, pékségbe, vagy ahová beengednek bennünket, hogy oda mindenhová benézzünk. Sajnos legtöbb szülő a szociális segélyeket várja, és ezt szeretnénk egy kicsit kiküszöbölni, vagy inspirálni őket, hogy dolgozzanak, és akkor a munkájukért kapnak fizetést, és ne legyenek az államnak, vagy bárki másnak kiszolgáltatva, hanem saját maguk döntsék el, hogy mi szeretnének lenni, és azt a szakmát folytassák. A gyerekek nagyon szeretnek járni ide a tanodában, nagyon sokat kézműveskedünk, itt látni ezeken a képeken is, tehát mindet ők készítették, és még ami más, mint az iskolai foglalkozásokon, hogy itt nincsen kötött tantér, mint az iskolában, hanem szabad kezet kaptunk, hála a Jóistennek, hogy a gyerekeket egyénileg tudjuk fejleszteni, mindenkinek a saját maga képességeihez mérten foglalkozunk velük. És mennyire jellemző ma a roma gyerekekre, hogy tudnak írni? Mert vannak olyan családok, ahol a szülők nem tudnak írni például. Ma már annyira nem tapasztalható ez? Hát a szülőknél még szerintem sokaknál tapasztalható, hogy nem tudnak írni és sem olvasni. Ezt látjuk, mikor egy-egy dokumentumot kell aláírniuk. A gyerekek már azért kezdenek rákapni az írás-olvasás ízére. Nagyon nagy segítség ennél a közösségi oldalak. Mivel hogy ők nagyon szeretnek szerepelni, van ugye Facebookjuk, TikTokjuk, és ez miatt ők megtanultak írni, így ösztönzik őket, de ugye a tanárok is azon vannak egyfolytában, hogy megtanítjuk őket írni, olvasni. 9 éve dolgozom az iskolában, azóta nagyon nagy változásokon mentek keresztül, 9 év alatt. Fejlődnek, igen. Sokat fejlődtek. Karate és a judó az mennyire áll közel hozzád? Nagyon. Nagyon? Mi az, ami megfogott benne? Hát a karatét az 4 éves korom óta csinálom, mert apa tartotta az edzést, én megcsináltam. A judót azt meg, amióta apa tanítsa, mentem vele. És mire tanít, mire nevel egy gyereket vagy téged ez a sport? A karate az fegyelemre, meg hogy meg tud magad védeni, amikor szükséges. És valamikor az életben is tudod ezt hasznosítani? Például, hogy egy olyan helyzet lenne? Vagy csak hozzáértő emberrel tudod ezt művelni? Na úgy, hogy megtámad vagy valami, azt tudnám használni. Hát már belém rögződött. Pár szóban jellemeznéd a családotokat? Jó család, szerintem mindenünk megvan, ami kell. Nem mondom azt, hogy biztos ti nem vitáztok, mert nincs olyan család, ahol nincsenek viták, hanem az a lényeg inkább ki, hogy oldja meg a vitákat, vagy a nézeteket. Tesómmal az akárhogy megoldjuk, mindig úgyis az lesz a vég, hogy verekszünk. Ha mind a ketten karatéztok egyébként. És akkor azt karatéval oldjátok meg? Nem, hát simán. Verekszünk, igen. Simán. Szeretem. Igen, szeretetből. Szeretem. De azért szeretetek egymást. Szeressük. Csak és? De ő kimutassa, én meg nem. Zárkózottabb vagy? Igen. Thank you.
Itt vagyunk a Pásztor Ferenc házban. Ez az épület ad nektek otthont, vagy nyújt egy termet, ahol karate oktatást folytatsz. De mióta itt beszélgettünk veled, és egy kicsit jobban megismertünk, azóta tudjuk, hogy a karate mellette annyi mindent csinálsz még, mert méheket tartasz, vadászol, és még emellett tornatanár is vagy, ha jól értem, testnevelő tanár. Mesélj egy kicsit magadról. Hát karateit, 22 éve foglalkozok karateival, tanítok gyerekeket. Judót 2 éve kezdtem el tanulni, úgyhogy karatét és judót párhuzamosan tanítom, mivel hogy karatéban jártasabb is vagyok. A judót saját magam is most tanulom, még most vizsgázok, most járok edzésekre, és így adom a gyerekeknek lassan átfelé azt a tudást, amit én szerzek Magyarországon, mert Magyarország támogatja, ők kértek fel, hogy nem tartanák kárpátaljai magyar gyerekeknek judót. Így kezdtük el a judó edzéseket, ők támogattak azzal, hogy judó szőnyeget, tatamit biztosítottak számunkra, ruhákat biztosítottak a gyerekeknek ingyenesen, versenyeket ígértek, vizsgáztatták őket, kijöttek Ukrajnába, itt levették a vizsgákat a gyerekektől, és ígérték, hogy lesz judo tábor, sporttábor, és oda is részt vehetnek a kárpátai magyar gyerekek, és úgy szintén versenyeken is részt vehetnek, és ami a legnagyobb támogatás, hogy ezt mindet teljesen bérmentve ingyen adják. Ez Kelet-Szelet Sportegyesület, Szabadidő és Sportegyesület a neve ennek a sportegyesületnek. És te hogyan kezdted el a karatét 22 évvel ezelőtt? Ez érdekes dolog. Én a karatét, mint gyerek, ilyen 10 éves lehettem, amikor kezdtem megismerkedni a filmekben Bruce Lee-val például. Ő volt a minden, nem is tudtuk, hogy az nem karate, hanem az maga teljesen más küzdősporttal foglalkozott, de mi úgy hívtuk, hogy karate. De ez utána túlment rajtam, mert úgy gondoltam, hogy hát nem volt rá lehetőség abban az időben, nem volt semmilyen edző, tanár, senki. Aztán megismerkedtem egy sráccal, amikor már jártam autóiskolába, sofőriskolába, ő foglalkozott karatéval. Megkértem, hogy nem tartsa nekem edzéseket, ő tartott edzéseket, de vagy 2 hónapig csak. Aztán az ő edzője szeretett volna találkozni velem, bemutatott, és aztán oda kerültem hozzá tanulni. És ő, ahogy tanított, rögtön úgy nevelt engem kifele, hogy tanítsak is. Tanultam és tanítottam. Egy ide után erősködött a mesterünk, hogy menjünk tanulni Lemberbe, testnevelői egyetemre. Eleinte úgy voltunk vele, hogy hát már nem vagyunk annyira fiatalok, tudom én, 21 évesen már nem annyira akarózik, meg mit, de aztán belevágtunk. És így elvégeztük a testnevelői egyetemet. Ott a tanítás az folyamatosan, akárhányszor bezártam egy iskolát például, hogy már nem foglalkoztam, nem tanítottam, akkor megkeresett valaki otthon. És ez a 22 év úgy telt el, hogy ha voltam dolgozni Cseben, ott is egy hónapon belül már 2 tanítványom volt. Azok közül, akik innét eljöttek oda dolgozni, ők ketten meg látták, hogy én kijártam futni, elmentem edzeni, de hová megyek? Mondtam, hogy megyek kicsit edzeni, de hagyjanak velem, ők is akarnak edzeni. És akárhová mentem, vagy akárhová sodort az élet, ez a karate, ez mindig én csináltam, és mindig volt mellettem valaki, aki még csinálta. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek bennünket legközelebb is, viszontlátásra!